szükség van a fiatalokra, nagyon jó, hogy itt vannak, és szükségünk van az önkéntesekre. Éppen emiatt tartott több száz diáknak és tartalékosnak előadást a honvédelmi miniszter Szekszárdon. A középiskolai kadétképzésben az ország 5 szakképzési centrumának több ezer diákja vesz részt, hamarosan pedig újabb 4 intézményben lesz lehetőségük erre a gyerekeknek. A cél, hogy közülük sokakból bármikor hadrendre fogható tartalékos katona váljon, mondta a honvédelmi miniszter. Az a célunk, hogy megyénként, így Tolna megyére vonatkoztatva is, egy önkéntes tartalékos zászlajat hozzunk létre, járásonként pedig egy önkéntes tartalékos századot. Az országban már több mint 8000 tartalékos katona írt alá szerződést a minisztériummal. Emellett sikerrel fut a 2 éve indított 10 éven át tartó Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program is. Ennek részeként a tervek szerint az ország GDP-jének 2%-át fordítja a kormány hadifejlesztésekre, aminek egy része Tolna megyét is érinti. Paks térsége az meghatározó ilyen szempontból. Nekünk arra is gondolnunk kell, és ez is hozzátartozik a honvédelmi és haderőfejlesztési programhoz, hogy korszerű, modern légvédelmi rakétarendszereket szerezzünk be, és azokat pedig ott helyezzük el, ott alkalmazzuk, ahol esetleg szükség lehet rájuk. A kormány és a honvédelmi minisztérium a technikai fejlesztések mellett a hivatásos katonák számát is drasztikus mértékben növelni. A cél, hogy 2030-ra 30 000 aktív katonával és 20 000 tartalékos katonával rendelkezzen a magyar honvédség.